Most jelenlegi bíbordiákok elviszik a leendő bíbordiákokat a főépületünkbe. Szóbeli felvételére várták a diákokat a Bibó István gimnáziumba. Idén több mint 180 tanuló jelentkezett a Hévízi Oktatási Intézménybe. A legtöbben a megyéből érkeztek, de voltak, akik Tapolcáról, Marcaliból, Budapestről vagy az ország határon kívülről is megpályázták a helyeket különböző indokokkal. Igazából még nem tudom eldönteni, hogy tovább mit szeretnék csinálni, úgymond, vagy dolgozni, meg hogy milyen iskolába menni. Ezért úgy gondoltam, hogy akkor jövök általános szakra, és még van 4 évem eldönteni. A gimnáziumba kétféle felvételire lehetett jelentkezni. Az általános elbeszélgetés során a 3-tagú bizottság az érdeklődési köréről és szabadidős tevékenységeiről kérdezte a jelentkezőt, akinek ezt követően a szószedetből kihúzott szavak felhasználásával egy történetet kellett rögtönöznie. Az általános jelentkezés mellett idegen nyelvű felvételire is várták a tanulókat. Gyakorlatilag azt vizsgáljuk, hogy milyen szinten tud kommunikálni a diák, mennyire fejezi ki jól magát, milyen képzelőerővel bír, illetve van olyan feladat is, amikor képleírást kell a diáknak előadnia. Itt pedig ugye alapvetően az, hogy hogyan tudja a mondatokat alkotni, mennyire bő, mennyire választékos a szóhasználata, és ezekből próbáljuk levonni azt az összefüggést, hogy mennyire építhetünk arra, hogy biztos nyelvtudás, és természetesen majd annak idején nyelvvizsga lesz ebből a teljesítményből. Az elbeszélgetés pontszámát az általános iskolából hozott tantárgyi eredményekhez és a korábban megírt írásbeli felvételin elért pontokhoz adják hozzá. A Bibó István gimnáziumba ebben az évben mindkét szakra 26-26 diákot vesznek fel. Az összesített sorrendet március 13-án délben teszik közzé az iskola aulájában, de elérhető lesz az intézmény honlapján is.